Szilveszter az év azon napja, amihez talán a legtöbb rituál és babona tartozik. Pontban éjfélkor például az összes ajtót ki kell tárni, hogy az új év kimehessen. Új év napján az üres zsebek látványa szegénységet vetít előre, ezért érdemes azokat megtölteni pénzzel. Nem szabad kidobni semmit a házból, mert az azt jelenti, sok kiadásunk lesz egész évben. A szilveszter éjszakáján a nagy hang, a dúroktatás, a, a hangkeltés, az ajkeltés, ez alapvetően hozzátartozik a ma is, és hát régen is ez így volt a szilveszter éjszakájához, hiszen ez az évnek az utolsó napja, és ilyenkor el, e, üzik a, a vagy eltemetik az évet, és a, meg a, a gonosz űzésnek is egy formá Formája, amikor zajt keltenek, és hát ez szilveszteri bekövetkezik. Enyhébb formában a pesgő durroktatásnak, vagy amikor kivontják a pesgőt, és az pukkan. Erősebb formája az, amikor, amikor kint az utcán mindenféle zajkeltő eszközzel zajt keltenek. Babonák az ételekhez is kötődnek. Szerencsét hoz, ha az új év első napján malacköröm, csülök, fül és farok kerül az asztalra, tilos viszont baromfi hús tenni. És halat sem ajánlott fogyasztani, mert elúszik vele a szerencse. Sokan készítenek még szerencse pogácsát, ami jóslásként szolgál a következő évre, és nem hiányozhat az ételek mellől a pesgő sem. A szokás lényege az, hogy ha drága, úri italt iszunk az új év első perceiben, a folytatás is gazdag, úri és fényűző lesz. A sok különböző és néha meghökkentő babonának ugyanaz a célja. Mindazt a célt szolgálják, hogy nem tudjuk, hogy mi történik a jövőben, és hogy valamilyen formában ezt befolyásoljuk különféle cselekedetekkel, akár mágikus cselekedetekkel is. És ezek a napok alkalmasak erre, hiszen ezek évfordulókhoz itt konkrétan az év véget ér, és kezdődik egy következő, egy új év, egy új reményekkel. A és érdekes módon valamikor a, a karácsonyhoz is kapcsolódtak ilyen évzáró, évkezdő szokások, mert a Gergelyféle-Naptár reform előtt ez, a, amit mi most, tehát a, ami most karácsonyhoz volt, az évvége régen, és emiatt a karácsonyi szokásokban is részben keverednek ezek a szokások, ezek az elemek. A szilveszterhez más országokban is érdekes tradíciók kötődnek. Fehér Oroszországban az újévi kívánságokat 12 papír darabra írják, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, meggyújtják azokat. A kívánságok közül pedig az teljesül, amelyik a 11. ütésnél még nem égett el. Szlovákiában az ünnepi asztal terítő alá pénzt szokás tenni. Svájcban pedig úgy tartják, akkor lesznek szerencsések az új évben, ha pontban 12 órakor 12 korsó sört isznak meg.